Május 16-án tartották a Magyar Sportlövők Szövetsége küldött gyűlését, amelyen Nagy György elnök úr rég várt találkozásoknak és az egységes szemléletnek is örülhetett. Nagy öröm volt számomra, hogy az elmúlt két év után, amikor csak Zoomon találkoztunk, ismét személyesen tudtunk találkozni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jól megszervezett közgyűlés volt, és úgy látszik, hogy a tagság bizalma töretlen, mert hiszen minden napirendi pontban egy hangú szavazás történt, úgyhogy ennek én, mint elnök, külön örülök. Sinka László is azt emelte ki elsőként, hogy a küldött gyűlés visszatérhetett a koronavírus járvány előtti normál kerékvágásba. Én nagyon örülök, hogy ismét találkozhattunk a küldöttekkel személyesen hosszú évek után. 3 évvel ezelőtti küldött gyűlés volt ilyen személyes jellegű, a többi mindig online. Számomra az meglehetősen személytelen, hiszen nem találkozunk előtte, illetve nem beszélgetünk közben, illetve azt követően. Ráadásul nem tudtuk átadni csak külön csatornákon az elismerő díjakat, amelyet saját hatáskörben határozunk el, de látható, hogy mennyire örül minden egyes érintett, és mindazok a klubok, akik ebben valamiért érintettek. Tehát ilyen szempontból ezt egy remek dolognak tartom, és ami különlegesen izgalmas az, hogy 108 küldött személyesen jelent meg, és hát közel 80%-os volt úgymond a határozat képesség, ami mindig nehézséget okoz, különösen hét elején, kora délután Budapesten. Az egyik idei díjazott Gerebics Roland volt, aki már 5. éve a Veszprém megyei Sportlövő Szövetség elnöke, illetve tavaly óta edzősködik is. Az MSS aranyjelvényét azonban még főként a versenyzőként elért eredményeiért kapta. Meglepett és nagyon örültem neki, hogy kitüntettek. Nagyon örülök neki, hogy elismerik az eddigi munkámat. 26 év versenyzés van a hátam mögött, 2018 év végén indultam az utolsó országos bajnokságon. Sajnos levették a szakágamat az olimpiai számokról, úgyhogy számomra ott egy nagy vízválasztó vonal és idő jött el. Én ezt nagyon komolyan vettem, ezt a sportágat az első perctől kezdve, 13-14 évesen az edzésnaplomnak az első sorai az voltak, hogy világbajnok és olimpiai bajnok akarok lenni. Kis hiány majdnem sikerült is. Pár korong, pár találat hiány sajnos lemaradtam, egy olimpiai 5. és 9. helyezés, világbajnoki ezüst és bronzérmek sokaságát sikerült megszereznem, aranyérmet sajnos nem. De nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt a pályafutást így végigvinnem. A világversenyeket eddig 105 érmet gyűjtő Sike József az Igali Dianáról elnevezett életmű díjat vehette át. Mindenféleképpen egy nagyon megtisztelő dolog. Természetesen kicsit szomorú, hogy pont a díja nevével lesz a díjat most átvenni. Nagyon meglepett ez engem. Örülök neki, de ugyanakkor picit emlékezett a koromra, hogy azért már nagyon-nagyon régóta benne vagyok ebben a sportban. Roppant megtisztelő, fantasztikus dolog, hogy rám gondoltak, hiszen nagyon sok sportoló van még nálunk, aki megkaphatja ezt a díjat, megkaphatta volna a gondolat, hogy tudjak kapni. Örülök, roppant módon örülök neki, és tényleg azt kell mondjam, hogy így a díja nevével, most először átvére,